Wintermantel Zsolt polgármester és az UTE elnökségének képviseletében dr. Somos András Újpest díszpolgára egy Szusza Ferencről készült festményt adott át az Újpest FC belga tulajdonosának. A portrét Somos Zsuzsa, dr. Somos András felesége festette. Ezt a képet nekem festette a feleségem születésnapomra. Én azt mondtam, hogy egy ember, aki egy ilyen nehéz helyzetben, mint az Újpestet ő átvette, erre vállalkozott, és annak a reményében, hogy majd újpestinek érzi magát, és érezze is maga mögött ennek a városnak a támogatását. Először a feleségemet kellett újra megkönnöm, hogy újabb gesztussal adja, engedje meg nekem, hogy ezt a képet odaajándékozunk. A polgármester úrral fölvettem a kapcsolatot, valamint az UTE ügyvezető elnöke vagy igazgatójával, Őze úrral, és azt mondtam, hogy ha a város és az UTE is úgy gondolja, hogy ezzel tiszteljük meg a tulajdonost, akkor ezt az utolsó meccs alkalmával tegyük meg. Ez a gesztus azt is jelentette, hogy a tulajdonos érezze át, mit is jelent ez a klub és a hagyományai. Ha belépsz Újpestre, már érzed ezt. Azt hiszem, egy nagyobb klubnál, mint amilyen az Újpest, könnyebb átérezni, mint egy kis csapatnál. A szezonzáró nem sikerült jól. A Videoton a meccs hajrájában szerzett góljaival 2-0-ra nyert. Ahogy az idén sem alakult a legjobban, az Újpest FC ugyan elkerülte a kiesést, de ez újpesti viszonylatban azért nem nevezhető sikernek. Nehéz szezon volt, sok minden történt és sokat tanultam. Már tudom, hogy hol tartunk és hova szeretnénk eljutni. És azt is, hogy mit kell tennünk ehhez a következő szezonban. Azaz sok változás várható a csapatban, hogy a következő szezon az ideinél sokkal sikeresebb legyen. Most még túl sokat nem tudok mondani a változásokról, azon kívül, hogy Mark nem marad a vezetőedző, valaki érkezik a helyére. Hamarosan megtudhatják, hogy kicsoda. Két új játékossal már megegyeztünk, de szeretnénk még néhányat Újpestre hívni. És jövőre minél több fiatalt építenénk be az első csapatba. Be akarunk jutni az Európai Kupákba, ahogy mindig is mondtam. Ez a célunk, ezért dolgozunk. Olyan csapatot szeretnék összehozni, ami képes erre. Persze ez az ellenfelektől is függ, ha mindenki ugyanígy gondolja, akkor kicsit nehezebb dolgunk lesz. De most úgy látom, sikerülhet. Hiszen a sikerhez van követendő példa, Szusza Ferenc. Ez dr. Somos András tudhatja a legjobban, hiszen nem csak rajongója, hanem jó barátja is volt a legendának. Labdarúgóként is, újpestiként, kis emberként is kitűnő volt. Én kívánom a fiataloknak, hogy ő legyen a példaképünk, mint ahogy nekünk is ő volt.